Magdeburg. Magdeburg Németországban a 100 an. Püspök és számos világi méltóság vett részt, első Otto Bencés kolostort alapított, ezt 968-ban érsekségi emelték. 946-ban a kolostorba, később a domba temették Edit királynét is. 962-ben itt koronázták meg Nagy Ottót, és 973-ban itt is temették el. Egy kicsit ugrunk az időben. 1524-ben a város fölvette a reformációt, midőn pedig az augsburgi interiment elvetette. Birodalmi átok alá esett, és Móricz szász herceg 1551-ben elfoglalta, de kiméletesen bánt vele. A 30 éves háborúban 1629-ben Wallenstein sikertelenül ostromolta 28 hétig. 1631-ben Tilly újra ostrom alá fogta, és május 10-én rohammal be is vette. Ez ostrom után a város 130 házat kivéve elpusztult, és lakói közül 30 ezer ember odaveszett. Otto von Guericke volt ekkora polgármester a városnak. 1648-ban a magdeburgi érsekség, mint világiasított fejedelemség, Brandenburgé lett. 1806-ban a franciák minden ellenállás nélkül elfoglalták. 1814-ben azonban Poroszország visszakapta. Ezek a lábakon áll, és elvileg itt oldalról be lehet mondani. Te hol láttad Bécsbe? Spanyolországban. Itt van, amit mondtam. Itt vannak a teraszok. Hát nem vagyok egy fél gyerek azért mindig.
Lipcse. Lipcse Németország keleti részén fekvő város, a szász szövetségi tartomány legnagyobb városa. Nevét a Lipszk szláv szóból kapta, jelentése, ahol a hársfák állnak. Az első írásos emlék a városról 1015-ből származik, városi és kereskedelmi jogokat 1165-ben kapott. Az 1490-ben alapított egyeteme elindította a várost a jogi és könyvkiadó központtá fejlődés útján, ma már a legfelső bíróság és a német nemzeti könyvtár is a városban van. 1519. június 27-től július 16-áig Luther Márton, Andreas Karlstadt és Johannes Eck között zajlott lipcsei diszputa, amelyen Luther megvédte hittételeit a protestánsok szerint. 1813. október 16-ától 19-éig tartott a népek csatája, a napóleoni háborúk legnagyobb ütközete. Lipcse mellett a Nagy-Britannia, az Orosz Birodalom, Portugália, Oroszország, Ausztria és Svédország alkotta koalíciós erők súlyos csapást mértek Napóleon császár seregeire. 1839-ben adták át a Lipcse-Dresda vasútvonalat, ami az első volt Németországban. Ez nagyban hozzájárult Lipcse közlekedési csomóponttá fejlődéséhez. Az iparosodás és a peremvárosok beolvasztása következtében a 19. század végére a lakosság száma rohamosan megnőtt, 1871-ben a városnak már 100 000 lakosa volt. 1945. április 18-án a harmadik amerikai hadsereg foglalt el, majd július 2-án a vörös hadsereg szállta meg a várost, mert a jaltai konferencia megállapodása értelmében a város a szovjet zónába került. Az 1949-ben megalakult Kelet-Németország második legnagyobb városa lett, de gazdasága a szocializmusban erősen visszaesett. A középkortól kezdve megrendezett lipcsei vásár ekkor is megőrizte viszont rangját, a KGST országok legnagyobb vására volt. 1989. szeptember 4-én a Miklós templomból indulva tartották az első hétfői tüntetést, ahol a békés felvonulók demokratikus változásokat követeltek. A tüntetés sorozat később más városokra is átterjedt, ami szinte nagyban hozzájárult a kelet-német.
Mielőtt megnéznénk Warburg várát, egy kis rövid ismertető a városról. Eisenach városa Németország türingiai szövetségi tartományában van. Története szorosan kötődik az 1067-ben épült Warburg várához. Ma a világörökség részét képezi. A vár alatt legalább három település alakult ki, amelyek a 12. században egyesültek várossá. Ezt a várost, Eisenachot először 1180-ban említi dokumentum. A város lakóinak száma ma eléri a 45 ezer főt. Itt született többek között Johann Sebastian Bach. Sárospatak testvérvárosa, mert ott született a magyar királylány, a későbbi szerencsétlen sorsú Szent Erzsébet, aki 4 éves korától az Eisenachi Warburg várában nevelkedett, hogy a türingiai őrgróf felesége legyen. Itt minden Erzsébetről, Lutherről és Bachról, a termek felújítása pedig Lisztről és Wagnerről szól. Hát nézzük meg! Nézzünk körül a várban!
Megérkeztünk Erfurtba. Erfurt. Türingia szövetségi állam székhelye. Lakóinak száma 202 000. A Gera folyó partján fekszik, Németország újraegyesítése óta a legnagyobb város az ország földrajzi központja közelében. Délről közelítve a várost egy erdő borította domb veszi körül. A középkorban virágzó kereskedőváros volt. 1803-tól Poroszországhoz tartozott, 1807 és 1814 között a franciák tartották megszállás alatt. 1808-ban itt volt az úgynevezett Erfurti fejedelmi nap, első Napóleon találkozott első Sándor orosz cárral. A német szociáldemokrata párt, SPD, 1891-ben itt tartotta kongresszusát. Az 1875 évi gotai program helyett ekkor fogadták el a marxista színezetű erfurti programot. 1948 és 1952 között türingiai szövetségi állam székhelye volt, ezt a rangját 1990-ben nyerte vissza. Még egy nevezetes találkozó színhelye 1970-ben Willy Brandt, az NSZK szövetségi kancellárja találkozott Willy Stopfa, az NDK minisztertanácsának elnökével. Hát, lássuk a várost! Thank you.